Csillog a napsütésben és több sorban hosszan tekereg, így néz ki az úgynevezett gyors telepítésű drótakadály, rövidebb nevén a Gyoda, a horvát-magyar határon. Pengés drótot több cég is gyárt, köztük a berlini székhelyű Mutanax. Több ezer tekercset vásárolt volna tőlük a magyar kormány, de visszautasították a megrendelést. A Huffington Post című portálnak nyilatkozott a cég vezetője, aki szerint a pengés drót veszélyes. Tengeri kalózok vagy betörők ellen való, nem pedig háború elől menekülő emberek megállítására. Bakondi György miniszterelnöki főtanácsadó nem tud az elutasításról. Én nem olvastam ezt a hírt, tehát nem tudok erről. Ezért csak azt tudom mondani, hogy pillanatnyilag, ahogy erről egyébként hírt adtunk még a héten, minden olyan anyag, ami szükséges a kerítés befejezéséhez már Magyarországon van. Munkagép tisztítja a terepet Zákány határában a pengés drót mellett. Itt van az a körülbelül 4 méter széles rés is, ahol a menekültek most még átjöhetnek Horvátországból Magyarországra. Valószínűleg már nem sokáig. Ma Zákányban járt a honvédelmi miniszter, az építkezést jött megnézni. Simicskó Istvántól megtudtuk, hogy a drót elé még magas kerítést is állítanak. Azt nem árulta el, hogy mikor zárják le a határt. Megfelelő időben elmondjuk ezt, folyik a munka, nagy erőkkel tisztességesen dolgoznak az emberek, köszönöm ezúton is a katonáknak és a rendőröknek a helytállásukat, és megfelelő időben a kormány meghozza a döntést majd, amikor elérkezik az a pillanat. Ez valószínűleg hamarosan meg lesz, de egyenlőre nem mennék előre. A kormány tranzitzónákba és regisztrációs pontokhoz irányítja majd a menekülteket. Ilyen épül jelenleg a Beremendi és a Letenyei határátkelő helyen is. Az építkezés már javában megy, orvosok is vannak már itt elszállásolva Beremenden. A beremendek meg viszonylagosan nyugodtan fogadják ezt az egész helyzetet. Közben egy német lap szerint az ottani belügyminisztérium is tranzitzónák tervén dolgozik. Ezekben 48 óra alatt dönteni kell, ki jogosult a menedékjogi kérelem benyújtására, a többieket visszafordítanák. Az osztrák belügyminiszter úgy reagált, ha a németek szigorítanak, akkor Ausztria is arra kényszerül, hogy akár erőszakkal is megvédje a határait.